Amikor biztossá vált, hogy a Marsói Nyíregyháza ősszel az NB1B-ben indul, a klub vezetése úgy döntött, hogy saját nevelésű játékosokra építi a következő szezon csapatát. A legutóbbi keret magyar kosarasai közül Lajsz Gergely hazatért Debrecenbe, és távozik a nyíregyházi Kósa Tamás is. A többiek viszont hajlanak a folytatásra, néhányukkal már meg is egyezett Sitko Jernő szakmai igazgató. Molnár Marcell, Nagy Krisztián, Gáspár Balázs biztos, hogy itt fog nálunk játszani. Bús Iván, Fazekas Csabi, kicsi kérdés még van az ő szerződésükben. Nagy Krisztián szintén nálunk fog játszani. Szeretném, hogy legyen egy külföldi légiósunk majd, őt a magas ember posztjára képzelném el. Varga Marcit szintén szeretnénk visszahozni Nyíregyházára, és úgy gondolom, hogy 99%-ban meg is tudtunk vele egyezni. Cura Attila lenne az, aki még szintén csatlakozna a csapathoz, ugye ő itt is nevelkedett nálunk, és nagyon szeretném, hogy visszakerüljön hozzánk, és a továbbiakban minket erősítsen. Az ő megegyezése is nagyon közel van. Ezután pedig három hely szabad. És a három helyre pedig a fiataljaink közül szeretnék felhozni játékosokat. A 21 éves irányító poszton bevethető Molnár Marcellnek voltak ajánlatai, ő azonban úgy döntött, hogy marad Nyíregyházán. Hazai pályán szeretnék játszani, felépült az új csarnok, szeretném ezt kipróbálni, illetve anyagilag se rossz az ajánlat, ezért döntöttem emellett. A Marsói Nyíregyháza július 25-én kezdi el a felkészülést. A bajnokság szeptember végén rajtol, előtte a HEP kupában léphet pályára a csapat. A klub tervezett saját rendezési tornát is, amelyen jelen állás szerint a Tiszaújváros, a szlovákiai Sweet és egy budapesti együttes társaságában láthatja majd a közönség a kék cápákat.